Drága barátaim, jó estét kívánok mindenkinek, szeretett üdvözlök mindenkit. Ops, nem kapcsoltam be jó kis reflektoromat, van egy ilyen arcba világítós kifejezetten. Nagyon jó, most már nagyon jól működök, jó estét kívánok mindenkinek, szeretett üdvözlök mindenkit. Megyeri Jónatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, és már nem is vagyok egyedül, jó estét kívánok, itt van Mátélel, a Hochwald Timi, Csaba, Ernő, jó estét kívánok, Blümel Dávid barátomnak, szeretett üdvözlöm Katát. Már több mint 20-an vagyunk. Jó estét kívánok Ödönnek is, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt van ma este, köszönöm a kérdéseket, amiket küldtetek, és nem csak kérdéseket küldtetek, hanem tegnap rekordszámú, vagy tegnap óta rekordszámú ilyen nagyon kedves üzenetet kaptam arra vonatkozólag. Én azt úgy érzem, hogy kezd egy kis közösség összekovácsolódni. Mi van most? Február 15-e? 11 hónapja, nem sokára, márciusban lesz egy éve, majd vissza fogom nézni, hogy mikor, márciusban lesz egy éve, hogy találkoztunk először, vagy hogy elkezdtük ezeket a karantén tanulásokat, azóta rengeteg minden változott a karanténban, rengeteg minden változott a Covid helyzetben, nem lett sokkal jobb, sajnos meghalt nagyon sok ember, sajnos megbetegedett nagyon sok ember, de megvan az ellenanyag, megvan a vakcina, megvan a gyógyszer, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan vége lesz már ennek az őrületnek. Azért jutott eszembe, mert jövő héten Purim van, és Purim ünnepe, jövő héttől csütörtök este, és egy évvel ezelőtt Purim volt az utolsó ünnep, amit még jó hangulatban tudtunk ünnepelni, annak dacára, hogy már akkor is, ott már érezhető volt, hogy ott már nagyon-nagyon nincsenek rendben a dolgok, vagy nem lesznek rendben a dolgok. De tavaly még együtt volt egy nagy Purim buli. Idén, hát reméljük idén is lesz valami Purim buli, de hát valamennyire szerényebb körülmények között. De erről majd beszélek, majd jövő héten beszélünk Purimról egy kicsit bővebben. Jó estét kívánok, akik most csatlakoztak, Ásraci barátomnak, Katinak, Károlynak, Jenőnek, jó estét kívánok Csillának, Zalánnak, jó estét kívánok Lászlónak, Sárának, szeretettel köszöntöm Évát, és még azt a több mint 90 kedves tanulótársamat, akik csatlakoztak, szóval azt érzem, hogy egy jó kis közösség kezd itt összekovácsolódni. Meg fogom nézni, hogy mikor lesz a születésnapunk. Én valamiért úgy gondolom, hogy ez nem sokára van. Héber dátum szerint biztosan nem sokára most van. Polgári dátum szerint talán majd valamikor márciusban, de majd utána fogok nézni, jó estét kívánok mindenkinek, akik most csatlakoztak. Érkezett egy-két kérdés, ezekre érdemes válaszolni. Kezdjük tehát ezzel. Azt mondja, a Tanakh olvasását az angol Altscroll, angol héber kiadással gyakorlom, ugye a héber Bibliáról van szó, angol fordítással. Szeretném megkérdezni, ezen a héten miért ugrottunk át egy heti szakaszt a Tórában, végigolvastuk a Mishpatim szakaszt, és most folytatjuk a Kitiszával, vagy egyszerűen a szerkesztés más, hogy ezt magyarázzam el, hogy mi történt. Ugye a múlt hét szombaton egy egészen különleges szombat volt. Ez egy kicsit lehet, hogy nem is tudom, fekete öves, aki nem ismeri annyira a zsidó liturgiát, vagy hogy mi történik a zsinagógában, az lehet, hogy ez kevésbé fogja érteni, de tulajdonképpen az történik, hogy háromszor van egy évben arra lehetőség, vagy fordulhat elő olyan, hogy a szombaton három darab tóra tekercset veszünk elő. Ugye mi történik? Az történik, minden szombaton felolvasunk a zsinagógában a tórának egy bizonyos részét. A bölcseink, a rabbik 54 részre osztották a Mózes 5 könyvét, a Tórát, és minden szombaton felolvasunk egy rész szépen sorjában, és egy év alatt befejezzük az egész Tórát, a Tóra felolvasását, majd utána rögtön újra is kezdjük. Most, ünnepekkor, meg újholdkor, ugye a hónapok kezdetén, akkor különleges tóraolvasások is vannak, amelyek némileg eltérnek a szombati tóraolvasástól, más-más részeket olvasunk a Tórából, az ünnepre vonatkozó részeket, vagy az újholdra vonatkozó részt, és hogyha újhold, vagy valamilyen ünnep, hát ünnep nem annyira, de hogyha újhold szombatra esik, vagy ha ünnepnek a közbős napjai szombatra esnek, akkor két tóratekercset veszünk elő, az egyikben felolvassuk azt a heti szakaszt, ami éppen releváns, a másik tóratekercsből pedig felolvassuk az újholdra vonatkozó szakaszt. Tehát, hogyha egybeesnek a dolgok. Így csak mellékesen jegyzem meg, hogy természetesen, ha egy zsinagógában nincsen két tóratekercs, egy tóratekercs elég drága, mondjuk ilyen 10 millió forint körül van, 6 és 10 millió forint közül van egy tóratekercs, elég drága. Ha nincs egy zsinagógában két tóratekercs, akkor természetesen egy tekercsel is meg lehet oldani, csak akkor át kell tekerni a tekercset a megfelelő részekhez. Most, háromszor is előfordulhat egy évben,
vagy háromszor előfordulhat egy évben, hogy nem hogy két tekercset veszünk elő, hanem három tóra tekercset veszünk elő, vagy hát ha egy van, akkor háromszor tekerünk. Ez az egyik az Hanukának a sabátja, ugye, hogy a Hanuka az egy 8 napos ünnep, és abban mindig esik egy szombat. Ugye a 8 napban kényszerűleg mindig esik egy sabát. Hanukának az 5. napja, hogy is, a 6. napja, az mindig új hold. Az mindig tévét hónap új holdja. Itt van közben a feleségem is, jó estét kívánok. Szóval tévét hónap új holdja. Hogyha tévét hónap új holdja, Hanukakor szombatra esik, akkor 3 tekercset veszünk elő, az egyikben felolvassuk az adott heti szakaszt, a másikban felolvassuk az újholdi heti szakaszt, a harmadikban felolvassuk a Hanukára vonatkozó felolvasást, Hanukakor is olvasunk a Tórából. Ugye mindig a sorrend ilyenkor mindig az az általános szabály a vallásjogban, a halakában, tadír vese einol tadír, tadír kodem, a gyakori és a nem gyakori közül mindig a gyakori van előbb, tehát mivel hogy heti szakaszt minden héten olvasunk, ezért az lesz az leggyakoribb, az első. Újhold az gyakrabban van, mint Hanuka, mert újhold az minden hónapban van, az havonta egyszer van, 12-szer egy évben, vagy 13-szor egy évben, és Hanuka meg csak egyszer van egy évben, ezért van újholdi a másik tekercs, a harmadik tekercsbe pedig olvassuk, vagy harmadik tekercsből pedig olvassuk a hanukai felolvasást. Ez egyik alkalom, amikor 3 tórát vehetünk elő. De van még az évben 2 másik, ugye nem mindig, mert nem mindig esik, Hanuka sabátja, az nem mindig esik az újholdra. Pontosabban az újhold, Hanukának a 6. napja, az nem mindig esik sabátra. És akkor csak 2 tórát veszünk elő. Van 2 másik lehetőség is, ugyanis erről nem beszéltünk korábban, mert ugye most már hetek óta a Lubavitch Rebbe Jom-Jom című könyvét tanuljuk, de érdekes tudni, hogy ebben az évben, amit mostanában vagyunk, az évnek ebben a szakaszában van 4 különleges szombat, 4 különleges sabát. Az egyik különleges sabát az múlt héten volt, ezt úgy hívják, hogy Parsát Skálim, vagy Sabát Skálim, a sékelek szombatja. Ez volt az az idő az ókori Jeruzsálemben, amikor mindenki beszolgáltatta az éves félsékel adományt. Ugye az volt a törvény, ez Mózes, le van írva Mózes 2. könyvében, abban most felolvasott részben, hogy minden zsidó ember, nő és férfi egyaránt fél-fél sékelt kell, hogy adjon. A sékel az egy súlymérték, manapság az egy pénz, vagy valuta nem, az izraeli sékel, de régen az egy súlymérték volt a sékel, egy ezüst súlymérték, egy bizonyos mennyiségű ezüstöt, egy sékelnyi ezüstöt, egy fél sékelnyi ezüstöt, elnézést, kellett felajánlani a szentély fenntartására, ebből finanszírozták a mindennapi állandó áldozatokat. És ez egy tulajdonképpen egy adó volt, egy egyházi adó, mindenkinek be kellett fizetni egyszer egy évben, ilyenkor Adár hónap előtt, vagy Adár hónap környékén volt annak az ideje, hogy be kellett szolgáltatni ezt a félsékeles adományt, és ennek emlékezetére felolvassuk a Tórából azt a részt ezen a szombaton, múlt szombaton, felolvastuk a Tórából azt a részt, amely ezt a félsékel adományozását írja elő. Következő szombaton, tehát a most következő szombaton, ezt úgy hívják, hogy Parsát Zachor, az emlékezés szombatja. Ugyanis, amikor a zsidó nép kivonult Egyiptomból, akkor volt egy nép, ami a zsidó népet megtámadta, egy közel-keleti nép, úgy hívták, hogy Amalek, az Amalekita, Amalek népe, és Amalek az egy gonosz nép volt, megtámadta az Egyiptomból, rabszolgasorsból védtelenül, fegyvertelenül menekülő zsidókat, és a Tórában van egy ilyen törvény, Isten megparancsolja Mózesnek, hogy írtsa ki kell írtani az amalekitákat, mindenkit ki kell írtani, és az emléküket is ki kell írtani a föld színéről. Később az amalekiták még sok borsot törnek a zsidó korra alá, olvashatunk róla Sámuel könyvében, amikor ugye Saul királyról olvasunk, nem sikerül sose kiírtani teljesen az amalekitákat, bizonyos amalekiták maradtak, például az egyik amalekita leszármazott, volt az a Hámán, aki Purim ünnepekor, ugye akikről Eszter könyvében olvasunk, az a gonosz ember, aki ki akarta írtani a zsidókat a Perzsiában, amikor a zsidók ott Babilóniában fogságban voltak az első szentélypusztulása után, ő is egy amalekita leszármazott volt, és talán ezért Purim előtti szombaton, mindig a Purim előtti sabátkor felolvassuk ezt a micvát, ennek a Tórának ezt a részét, amiben Isten megparancsolja a zsidó népnek, hogy ki kell írtani az amalekitákat emlékét. Ezt úgy hívják, hogy Parsát Zachor, emlékezés, mert emlékezz, hogy mit tettek veled az amalekiták, amikor kivonultál Egyiptomból. Ez így hangzik körülbelül az a rész, amit felolvasunk a Tórából, és egy nem túl hosszú rész van. Ez mindig Purim előtti sabátkor van, ez most lesz. De van még két fontos
pársá, vagy ilyen hat szakasz, még két fontos ilyen szombat. Az egyik, a következő, a harmadik ilyen szombat, ezt úgy hívják, hogy pársát pará, a vörös tehén szombatja. Ezen a szombaton felolvassuk azt a részt a Tórából, amikor Isten megparancsolja a Mózesnek, vagy Mózesen keresztül a zsidóknak, hogy egy vörös tehenet, volt régen egy olyan állat, ami egy olyan tehén, ami teljesen vörös volt. Persze nem vörös, hanem inkább ilyen barna, olyan tehénbarna, amilyen barnák a tehenek. Ilyen világos barna, ilyen kicsit vöröses barna volt a tehén. Ez egy különleges állat volt abban a tekintetben, hogy nem volt rajta, már az nem lehetett egy tökéletes, az nem számított vörös tehénnek, egy olyan tehén, amelyen legalább két, vagy maximum két fehér vagy fekete szőrszál lehetett, vagy az egész testén összesen minden szőrszálnak tökéletesen barnának vagy vörösnek kellett lennie, vöröses barnának. Ha kettőnél több szál volt, szőrszál volt a testén, ami fehér volt vagy fekete, tehát ami nem ilyen vöröses barna, akkor az állat nem volt alkalmas. Nem sok ilyen állat volt a világtörténelemben, a Misna el is mondja, a Talmud elmondja, hogy összesen 10 ilyen tehén volt a világtörténelemben, az elsőt Mózes idejében volt. És ez az állat, ez különleges volt, ezt levágták, és elégették az oltáron, és a hamvait eltették egy ilyen dobozba, és abból a dobozból mindig beletettek egy picit a hamuból a mikvének, a rituális fürdőnek a vizébe. Miért volt erre szükség? Arra volt erre szükség, mert hogyha valaki tisztátalanná vált halott által, például, hogyha valaki halottal hozzányúlt egy halotthoz, vagy egy fedél alatt volt egy elhunytal, egy halottal, akkor rituálisan tisztátalanná vált, és csak úgy tudott megtisztulni, hogy 7 napot kellett várni, és a 7. nap végén el kellett menni a mikvébe, a rituális fürdőbe, egy olyan mikvébe, ahol a vörös tehénnek a hamva volt. Ez egy különleges tóraj, ez egy különleges micva, egy különleges parancsolat a Tórában. Pársát pará, hukát heti szakaszban olvasunk róla, és szintén ilyenkor volt annak az ideje, amikor a vörös tehenet, ugye a Pészák előtt mindenki meg akar tisztulni, amiatt, hogy tudja hozni a pészáki áldozatot, és ezért Pészák előtt, ugye Purim után Pészák előtt felolvassuk a vörös tehén részét a Tórából. Ez a harmadik ilyen különleges szombat. És a negyedik ilyen különleges szombat, az pedig mindig Niszán hónap újholdjára esik, vagy újholdja előtt esik, az úgy Niszán hónap újholdjához legközelebbi szombat, vagy az előtte való szombat, vagy Niszán hónap újholdján lévő szombat, az pedig Pársát HaChodesh, az újhold szombatja. Ekkor olvassuk fel a Tórából, Mózes második könyvéből azt a részt, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, és Isten odaadta nekik az első parancsolatot, és az első parancsolat az volt, hogy ez a hónap legyen nektek az év első hónapja, ez Niszán hónap, ugye következik Pészák. És ugye hol kezdtem ezt az egészet mondani? Arról kezdtem beszélni, hogy 4 ilyen különleges szombat van, tehát Skalim, Zachor, Pará és Hodes, sékelek szombatja, amalékitákra emlékezés szombatja, a vörös tehén szombatja, illetve az újhold szombatja. És azt kezdtem el mondani az előbb, hogy 3 lehetséges alkalom van egy évben, amikor 3 tóratekercset vehetünk elő. Az egyik, azt mondtam, hogy Hanuka szombatján van, hogy Hanuka újholdján van, hogyha szombatra esik, Hanuka ünnepek közepén, a 6. napon van egy újhold, ha az szombatra esik, akkor 3 tekercset veszünk elő. A másik ilyen lehetőség, ahol 3 tekercset veszünk elő, az akkor, hogyha Skalim, a sékelek szombatja újholdra esik, mint például idén, most szombaton 3 tekercset vettünk elő a Tórából, olvastuk az egyikben a heti szakasz, ez a Mishpatim szakasz, a következő részben olvastuk a félsékelre vonat, bocsánat, következő Tórából olvastuk az újholdra való szakaszt, a Rosh Chodesh-re való szakaszt, és a harmadik Tórából olvastuk a sékelek szakaszát. Most a kedves olvasó, pardon, a kedves tanulótársunk, aki a kérdést kérdezte, azt kérdezte, hogy végigolvastuk a Mishpatim szakaszt, és folytattuk Kitiszánál. Nem folytattuk, egy másik tekercsből olvastuk a sékelekről való részt, ami történetesen éppen a következő heti szakaszban van, abban a heti szakaszban, amit most fogunk olvasni, értitek? Tehát, hogy nagyon közel van egymáshoz a ténylegesen felolvasott heti szakasz, és a sékelek szombatján felolvasott különleges heti szakasz. Ez okozhatta a félreértést a kedves olvasón, vagy a kedves tanulótársunknál. És akkor azt mondtam még, hogy a harmadik, ez csak egy érdekesség, hogy a harmadik ilyen lehetőség, hogy 3 tórát veszünk elő, ez akkor van, hogyha Pársát HaChodesh, hogyha ez a negyedik különleges szombat, ez Rosh Chodesh-ra esik, ez újholdra esik, ez előfordulhat, olyankor is 3 tórát veszünk elő, egyikben felolvassuk a heti szakaszt, másikban az újholdi felolvasást, a harmadikban pedig a Chodesh, ezt a különleges tórai felolvasást. Ennyit erről a liturgiai részről. Elnézést, hogy azok számára, akik nem ismerik a zsinagógai, nem is tudom, ilyen szokásjogot, akkor ez egy kicsit ködös volt, vagy homályos volt, remélem nem riasztottam el vele senkit.
Még egy valaki kérdezett valamit. Szép napot kívánok! Ismét lenne egy kérdésem önhöz. Mit gondol, minek... Na ez egy jó kérdés, kicsit politikai, úgyhogy erről lehet, hogy nektek is van véleményetek. Mit gondol, minek köszönhető az Európai Bizottság döntése a kóservágás betiltásáról? Állatjogra hivatkoznak, holott a kóservágás lényegének része az állatok iránti tisztelet és megbecsülés, valamint, hogy minél kevesebbet szenvedjenek. Most, ugye, a kóservágás lényege az valóban az, hogy a kóservágás, nem ez az oka, a kóservágás oka az az, hogy Isten megparancsolta, az az oka, de történetesen happens to be, történetesen a kóservágás a mi hitünk szerint a legkevesebb fájdalmat okozza az állatnak. Azért mondom, hogy a mi hitünk szerint, mert senki nem tudja, hogy az állatnak mennyi fájdalmat okoz, egyik vágás sem, nem tudjuk, hogy mennyi fájdalmat okoz, senki nem beszélt az állattal, hogy az állat elmondja, hogy ez neki mennyi fájdalmat okoz, de azért azt nagyjából tudjuk, hogy a brutális levágási módok, azok minden bizonnyal fájdalmat okoznak az állatnak, nagyobbat, mint a kóser vágás, amit egy tökéletesen, egy nagyon tökéletesen beretve élest késsel csinálnak, ugye az, hogy a késsel nem lehet semmi csorba, ez az alapkövetelmény, nem csak, hogy csorba nem lehet, tehát nem lehet, hogy szabad szemmel látható, hanem még szabad szemmel nem látható csorba sem lehet a késen, ezért a sakterek a kést mindig végighúzzák, a saktereknek általában picit hosszabbra növesztik a körmüket, és a körmüket húzzák végig a késen, mert a körömmel nagyon jól lehet érezni, köröm rezgésével nagyon jól lehet érezni azt, hogyha a késen bármiféle csorba van. Tehát a kóser vágáshoz használt kés, az tökéletesen éles, tökéletes a pengéje, és ugye a kóser vágás lényege az, hogy kettő mozdulattal oda-vissza mozdulatot vágnak az állat nyakánál, elvágják egyszerre az állatnak a nyelőcsövét és a légcsövét. Most nem tudom, hogy ki az, aki, én mindig ahhoz hasonlítom, azt gondolom, nem tudom, nem, még nem voltam állat, amit levágnak. Szóval azért az előfordul, emlékszem arra, hogy amikor, nem tudom, biztos veletek is előfordul, hogy papírral megvágtátok a kezeteket, nagy papírral, vagy fűszállal, gyerekkoromban fűszállal. Ugye ott egy olyan szituáció fordul elő, amikor az ember papírral megvágja a kezét, hogy abban a pillanatban, amikor a vágás megtörténik, abban a pillanatban szinte nem érzel semmit. Viszont a vágás után, ahogy a papírra levágta a kezdet, a vágás után viszont, mivel hogy nagyon mély sebet tud okozni, ezért nagyon intenzív a fájdalom, elég nagy a fájdalom. De abban a percben, abban a másodpercben, amikor abban a pillanatban, amikor történik a vágás, akkor nem érzel semmit. Valamilyen lett a kóservágás is, amiatt, hogy tökéletesen éles a peng, az állat abban a pillanatban, hogy elvágott, nem érez semmit, utána természetesen, utána persze fáj neki, hát az nyilvánvaló, és meghal, de abban a pillanatban nem érez semmit. Nem ez a kóservágásnak az oka. A kóservágás oka az az, hogy Isten megparancsolta, hogy így kell levágni az állatot. De happens to be, történetesen a kóservágás egy nagyon humánus módja az állatok levágásának, annál is inkább, mert a Tóra kifejezetten explicite felszólít arra, és tórai kötelesség az, hogy nem szabad, hogy az állat szenvedjen. Nem csak a vágáskor, egyáltalán zsidó ember nem kínoszhat állatot. Az állatot meg kell etetni időben, meg kell itatni időben, nem kínoszhatjuk. Cárbálé háimnak hívják ezt a tiltást, nem szabad kínozni az állatokat. A legkisebb módon sem. És itt most nem csak arra gondolok, hogy nem szabad ütni, verni az állatokat, az természetes, hanem nem szabad, még egyszer, olyannyira, hogy a zsidó vallásjog szerint, olyan messzire megy a zsidó vallásjog, a halacha, hogy azt mondja, hogy az ember előbb kell adjon enni az állatainak, mint saját magának. Mint saját magának. A gyerekeknek persze előbb kell adni, mint az állatoknak, de saját magad te csak azután egyél, miután az állatokat már megetetted. Mert nem szabad szenvedtetni az állatot, és ne gondold azt, hogy azért, mert te vagy a teremtés koronája, és te vagy te erősebb vagy, mint az állat, és ezért uralkodásod alá tudod hajtani ezeket az állatokat, ne gondold azt, hogy ezért jogod van kínozni és szenvedtetni őket. De a kóservágásnak még egyszer, tehát nem ez a lényeg, ez történetesen ez egy következmény a kóservágásnak, az a következmény, hogy az állatok történetesen nem szenvednek. Azokban az országban, ahol betiltották a kóservágást, Svájcban, Svédországban, most Belgiumban, és az Európai Bizottság ugye jóváhagyta, erről szóltak a hírek 20-másfél hónappal ezelőtt, vagy 2 hónappal ezelőtt, ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz üzenet, ugyanis több aspektusból kell itt figyelni. Ugye a Duma, a magyarázat, hogy miért vágták, miért a Duma, az az, hogy azért,
hogy azért tiltják be a kóser vágást, és egyébként a más rituális vágásokat, így, tehát például a muszlimoknál a halálvágást, a haláltípusú vágást, azért tiltják be, mert az állatoknak szenvedést okoz, és először el kell sokkolni kell, elektromosan sokkolni kell az állatot, amitől egy ilyen kábult állapotba kerül, és utána lehet csak levágni. A zsidó vallás ezt tiltja az állatok előtti sokkolást. Egyébként a muszlim, ha jól tudom, akkor a muszlim törvények is tiltják. Annak dacára, hogy ismerem a viszonylag is, ismerem az iszlám rituális vágásra vonatkozó törvényeket, és azért azt el kell mondjam, hogy ezek jóval, tehát hogy nagyságrendekkel liberálisabbak, mint a zsidó törvények. A zsidó törvények nagyon alaposak és részletesek, minden részletre kiterjedők és nagyon szigorúak. A muszlim törvények az ennél tízezerszer megengedőbb és liberálisabb. De bárhogy is legyen, én azt gondolom, hogy emögött a határozat mögött és emögött a törvény mögött áll azért egyfajta vallás ellenesség, és azt is gondolom ugyanakkor, és ez mentségére szóljon az Európai Uniónak, meg ezeknek az országoknak, valamiért én azt gondolom, de lehet, hogy ebben nincs igazam, de valamiért én azt gondolom, hogy ezek a szabályok, ezek nem kifejezetten a kóservágás ellen születtek, sokkal inkább a halál, az iszlám vágás miatt születtek, méghozzá ezzel próbálják talán, de nem biztos, de talán ezzel próbálják, hogy mondjam, távol tartani a muszlimokat azoktól az országoktól, ahol ezeket betiltották, hiszen nem fognak a muszlimok olyan helyre költözni, ahol nem tudnak húst, nem tudnak vágni, és ugye nem működhetnek muszlim vágóhidak, és nem tudnak húst fogyasztani. Én nekem van egy ilyen érzésem, lehet, hogy nincs igazam, azt gondolom, hogy a zsidók ebben a tekintetben, hogy mondjam, inkább áldozatai, ilyen mellékes áldozatai ennek a törvénynek, mert ugye olyan törvényt mégse hozhatnak Európában, hogy a halálvágás tilos, de a kóservágás szabad. Egyébként csak érdekességképpen jegyzem meg, nem tartozik a témához, minden muszlim megeszi a kóservágást, de a zsidók nem eszik meg a halálvágást. Tehát minden, ami halál, az, vagy minden, ami kóser, az halál, de ami halál, az nem mindig kóser. Szóval mi nem esszük meg a halálvágást, de a muszlimok megeszik a kóservágást, amíg Magyarországon például nem volt halálvágás, még amikor 90-es években, amikor nagyon kevés muszlim élt még csak Magyarországon, nem volt külön halálvágás, nem volt külön halál húsbolt, úgyhogy a muszlimok nem tudtak venni. Volt egy szírhentes volt, emlékszem valahol a Calvin tér környékén, de nem volt alapvetően halálvágás, akkor nagyon sok muszlim a zsidó henteshez járt a Dobutcába, emlékszem arra a fiatalkoromban a 90-es években, nagyon sok muszlim járt a Dobutcába venni kóserhúst, mert nem volt külön halálhús, és nekik a kóserhús tökéletesen megfelel. Szóval azt gondolom sokszor, hogy az Unióban ezek a törvények, ezek sokszor inkább az iszlám vagy a muszlimok letelepedését próbálják megnehezíteni a maguk szerencsétlen módján. Ez ellen csak az szól, hogy közben meg a politikusok úgy tűnik, hogy nem folytatnak Nyugat-Európában kifejezetten bevándorlás ellenes politikát. Furcsa, nagyon furcsa. A zsidókkal minden esetben nagy kiszúrás. Tehát, ha ez meg a zsidók ellen irányul, akkor ezt már nem ismerem mondani, hogy az milyen szörnyűséges lenne. Ugye abban az Európában, ahol ugye 1930-as években Németországban a hitleri fasizmus vagy nácizmus felemelkedésének egyik első lépése volt, hogy betiltották Németországban, és aztán később Lengyelországban a kóser vágást. Ugye ilyen nagyon könnyen el lehet üldözni a zsidókat így egy országból, hogyha betiltod a vágást, a vallásos zsidó oda nem fog menni, ahol betiltottátok a vágást. Szóval ezt gondolom, de még egyszer közben azt is másik oldal, másik részről pedig azt gondolom, hogy ez sokkal inkább a muszlimok ellen megy. Azt egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ez az állatvédelem mellett megy. Ugyanis azt gondolom, hogy az állatvédelem egy nagyon-nagyon fontos dolog, ahogy az előbb említettem, a Tóra is erre hívja fel a figyelmet, de azt nem a vágásnál kéne kezdeni. Van ennél sokkal kritikusabb dolgok, például az állattartással és az állat etetéssel kapcsolatos jogszabályok és törvények az egyes országokban, amelyek sokkal előrébb valók, mert az állat a megölés során szenved egyszer, viszont ahogy eteted, és ahogy neveled az állatokat, ott folyamatosan napi szinten lehetnek problémák. Tehát én azt gondolom, hogy ott kellene kezdeni először az állatok védelmére vonatkozó jogszabályalkotást, vagy törvényalkotást, és azután lehet arról beszélni, hogy mi történik a vágóhidakon az állatokkal, mert persze
lát az ember szörnyűséges dolgokat, de őszintén szóval ezeket a szörnyűséges dolgokat a legritkább esetben látja. Magyarországon például biztos a legritkább esetben látja kóser vágóhidon, sokkal inkább látja minden más vágóhidakon. Minden más vágóhidakon. Okay, ez erről a véleményem. Természetesen nem örülök neki. Annak nagyon örülök, ezt el kell mondjam, és anélkül, hogy nagyon politizálni akarnék, annak nagyon örülök, hogy Magyarország kiáll a kóservágás mellett. Azt gondolom, hogy ez történelmi felelőssége Magyarországnak, és történelmi kötelessége, hogy kiálljon, már csak azért is, mert a 40-es években nem állt ki a zsidói, magyarországi zsidók mellett, ezért azt gondolom, hogy most történelmi kötelesség, hogy kiálljon a kóservágás mellett, amellett, hogy egyébként ebben még az is lehet, hogy biznisz is lesz, hiszen Magyarországon működik csak kóservágóhíd, olyan vágóhíd, ahol csak kósert vágnak, például Csengelén is, és működik egy Jászberényben is, és hát, hogyha majd ide fognak jönni az európai zsidó közösségek, hogy a húsellátás véget, mert ugye Lengyelországban is lassan betiltják, tehát hogy egyre nehezebb lesz Európa különböző pontjain kóser húshoz jutni, külföldről importált hús pedig eszméletlenül drága. Tehát Svájcban például, ahol minden nagyon drága, a kóser hús az valami brutálisan drága, valami ismerősöm mesélte, hogy olyan sok pénzbe kerül a kóser hús Svájcban, ugye Svájcban is tiltott a kóser vágás, nincs helyi vágás, külföldről, Franciaországból hozzák be a kóser húst, és eszméletlen drága. Ott minden egyébként is drága, de az emberek nem esznek ott minden nap. Akkor zsidó emberek ott nem esznek minden nap húst, mert olyan elképesztően drága. Hál' Istennek Magyarországon, Isten kegyelméből Magyarországon még nagyon, nagyon jó a helyzet. Van kóserhús, elérhető a kóserhús, én nem mondom, hogy olcsó, a csirkehús az körülbelül a duplájába kerül a kóser csirkehús, mint a nem kóser csirkehús, és körülbelül a duplájába kerül a kóser marhahús, mint a nem kóser marhahús, tehát nagyon drága, és nem akarok hülyeséget mondani, a filézett csirkemell az azt hiszem 2800 forint egy kiló. Tehát, hogy nagyon-nagyon drága, sokkal-sokkal drágább, mint a Tesco-ban, vagy CBA-ban vásárolt, vagy a Hentesnél vásárolt nem kóser csirkemell. Ugyanakkor van, és elérhető, az ember meggondolja. Tehát, amikor kóser háztartást veszed, az bizony áldozatokkal jár. Meggondoljuk, hogy mikor eszünk húst, hogy mennyi húst eszünk, nem, nyilvánvalóan nem dobunk ki húst, és így tovább. Tehát gondos, egy kicsit jobban oda kell figyelni, de van és elérhető, és bár sokkal drágább, de nem azt mondom, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy nagyon drága, de nem megfizethetetlenül drága. Svájcban megfizethetetlenül drága a kóser hús, úgyhogy ez hál' Istennek Magyarországon nem áll fönt. Na, akkor ennyit a kérdésekről, el is dumáltam itt az időt. Akkor legalább ugye még tartozom először is a mai tananyaggal, másodszorban még a múlt hét pénteki és szombati tananyagokkal, amikre szerintem ma nem lesz idő, de lesz idő helyette a mai tananyagra, és a mai tananyag a következőt mondja, ugye Adár hónap 4-e van, és a következőt mondja a Lubavitch Rebbe, ugye most már hetek óta, majdnem két hónapja, több mint másfél hónapja, a 7. Lubavitch Rebbe Jom Jom című könyvéből tanulunk, itt minden napra van egy rövid, vagy nem is olyan rövid, van amikor rövid, van amikor nem is olyan rövid, történet, aforizma, halaká, zsidó vallásjog, haszid hagyomány, haszid anekdóta, ilyesmi, úgyhogy most már hetek óta ezt tanuljuk. Adár hónap 4-ére a Rebbe a következőt mondja. A mély intellekt, és ezt persze ki fogom tenni, mint minden este, kiteszem a mai tananyagot, ki fogom tenni ide a Facebook oldalra természetesen. Azt mondja, a mély intellektuális fogalmak, különösen az istenfélelem fogalmában való elmélyülés, kezdeti előkészületei a következők. 1. A test erőfeszítése, hogy megszabaduljon a világtól, világi dolgokból szerzett élvezetektől, és 2. A lélek erőfeszítése az intellektuális öröm ösztönzésére általában, különösen az istenséggel kapcsolatos kérdések iránt. Okay, ez a kicsit kriptikusan hangzik a szöveg. Tehát azt mondja a Rebbe, mondani valója röviden a következő. Az Istenben való elmélyülés, arra, hogy az ember komolyan gondolkozzon a Teremtőről, arra, hogy az ember komolyan gondolkozzon Isten nagyságáról. Ugye mit jelent az Isten félelem?
vagy tudom, én ezt mindjárt elmondom. Arról, hogy az ember komolyan gondolkozzon Isten nagyságáról, és arról, hogy az ember komolyan gondolkozzon Istenről, ahhoz szükséges két dolog. Szükséges az, hogy megszabaduljon az ember az evilági, azoktól a dolgoktól, amelyek fizikai, a fizikai világhoz kötik, testi fizikai értelemben. Tehát egyrésztről szükség van egy testi megszabadulásra, a testi örömöktől való eltávolodásra, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet élvezni az evilági dolgokat, hanem azt jelenti, hogy nem lehet élvezni az evilági dolgokat azért, hogy az ember az evilági dolgokat élvezze. Azért úgy kell az evilági dolgokat élvezni, hogy azokat az ember az Isten szolgálatra fordítja. De nem pedig az önkényes, vagy önző élvezetek, nem, az nem helyes, hogyha az ember az élvezetért magáért élvezi a dolgokat. Sokkal helyesebb, hogyha az ember egy valamilyen célból élvezi a dolgokat, és ez a cél az Isten szolgálat legyen. Tehát egyrésztről a testnek kell eltávolodnia az evilági vágyaktól, vagy kéjektől, másrésztről az intellektusnak, az elmének kell távolodnia az önös intellektuális, vagy mi a jó szó? Keresem a jó szót. Öncélú, ez az öncélú intellektuális örömöktől. Vannak öncélú intellektuális örömök, ugye az ember nem csak testi, az embernek nem csak testi élvezetei vannak, lehetnek szellemi élvezetei is, lehetnek szellemi örömök is, amikkel semmi baj nincsen. A baj az akkor van, hogyha ez öncélú. Még egyszer, az öröm, a kéj, az nem rossz dolog, az csak akkor rossz dolog, hogyha az öncélú, hogyha az önző, hogyha az azért van, az élvezetért, magáért van. Hogyha ez azért van, hogy ezáltal jobb ember legyél, ha ezáltal Istennek jobb szolgája legyél, akkor az természetesen helyes. A dolog még egyszer akkor nem helyes, hogyha a dolog öncélú. Most azt mondja Rebe, hogy ahhoz, hogy valaki az istenfélelem felfogásában elmélyüljön, azért távolodnia kell az öncélú örömöktől. És az öncélú örömök lehetnek egyrésztről fizikai örömök, másrésztről intellektuális örömök. Intellektuális örömök. Oké. Okay. Most egy gondolatot még beszéljünk arról, hogy mit jelent a zsidó filozófiában az istenfélelem. Ugye általában erről korábban beszéltünk, de lehet, hogy sokan nem hallottátok még, nagyon régen volt róla szó. Általában megkülönböztetünk két fogalmat egymástól, vagy két megközelítést az Isten szolgálat irányába. Az egyik megközelítés Isten szolgálat irányába azt úgy hívjuk, hogy az Isten szeretet, hogy Isten szeretjük, ahava, szeretet, a másik pedig az Isten félelem, jirá, félelem, szeretet és félelem. Az általános zsidó felfogás szerint, ugye a parancsolatok, a Tóra parancsolatai, a 613 parancsolat, ami a Tórában van, ugye ott két fontos kategóriát, legalább két kategóriát biztos fel tudunk állítani. Az egyik kategória az azok a cselekvő parancsolatok, amikor Isten megparancsolja, hogy ezt és ezt kell csinálni. A másik, ezeket nevezhetjük mondjuk pozitív parancsolatoknak, és vannak a negatív parancsolatok, a tiltó parancsolatok, ezt és ezt pedig tilos csinálni. Ezt és ezt kell, ezt és ezt tilos. Ugye ezek így is fölbontható, vagy ketté, így is csoportosíthatók a Tórának a 613 parancsolata. Van, a 613 parancsolatban van 248 cselekvésre ösztönző, ha úgy tetszik, pozitív parancsolat, és van 365 negatív, azaz tiltó parancsolat. Most, az általános felfogás szerint az Isten szeretet a pozitív parancsolatokat jelképezi, azaz azért cselekszek bizonyos dolgokat, azért teszek meg bizonyos dolgokat, mert szeretem Istent, és már ezzel szemben van az Isten félelem, ami a tiltó parancsolatokat jelképezi, ami azt jelenti, hogy azért nem csinálok meg dolgokat, mert félem Istent, azért tartózkodok azoktól, amiket a Tóra tilt, azért tartom be azokat, amit a Tóra tilt, mert félek Istentől. De a haszid filozófia az ennél egy lépéssel tovább megy, és azt mondja, hogy az Isten félelem az tulajdonképpen az Isten szeretetnek egy továbbfejlesztett változata. Van az Isten szeretet, és az Isten félelem az egy magasztosabb hozzáállás, mint az Isten szeretet. Miért? Hogy lehet magasztosabb? Vagy hogy lehet még magasabb szintű? Úgy lehet még magasabb szintű,
hogy ha az ember felismeri, ugye, ha az ember elgondolkodik azon, hogy Isten mennyire, Istennek ő, ha én elgondolkozom azon, hogy én mennyire fontos vagyok Istennek, hogy engem megteremtett és megtartott, átgondoljuk azt, hogy Istennek mennyire fontos ez a világ, hogy megteremtette ezt a világot, minden bajával és nyűgével együtt, még mindig nem pusztította el, ez az embert megijeszti. Mert azt mondja, hogy ha Isten engem így szeret, ha ilyen nagy Isten szeretete az én irányomban, vajon én képes vagyok-e viszonozni ezt a szeretetet? Ha az ember így belegondol abba, hogy ő vajon képes-e viszonozni Isten végtelen szeretetét, ugye mi véges, húsvér emberek vagyunk, mit tudok én adni Istennek? Ugyan mit tudok én adni Istennek? Isten annyi mindent tud adni nekem, hiszen ő örökkévaló, ő határok nélküli, ő mindenható. Isten annyi mindent tud adni nekem, kicsi fizikai, húsból, vérből való teremtménynek, de vajon én a húsból, vérből való teremtmény, mit tudok hálát adni, hogyan tudom ezt meghálálni Istennek? Ha az ember ebbe belegondol, akkor ez megijeszti. Ez félelemmel tölti el. Ha látja, vagy még tovább menve egy gondolattal, ha az ember látja azt, hogy Istennek mekkora szüksége van rám, ha én látom, felismerem, hogy Istennek mekkora szüksége van rám, akkor ez engem megijeszt. Az engem félelemmel tölt el. Miért? Mert azt mondja, hogy az örökkévaló Istennek ennyire szüksége van rám, hogy engem megteremtett azért, hogy a világot, hogy egy fontos része vagyok az univerzumnak, egy fontos része vagyok a teremtésnek. Vajon mivel tudom én ezt viszonozni? Úgyhogy ebbe az ember belegondol, ez félelemmel tölti el. A haszid filozófiai szerint ez az Isten félelem. Az Isten félelem nem más, mint annak felismerése, hogy Istennek sokkal nagyobb szüksége van rám, mint amennyire nekem van szükségem Istenre. Hiszen ha jobban belegondoltok, az embernek nincsen szüksége Istenre. Ez így először talán furcsán hangzik, de valójában tényleg így van. Az embernek nincsen szüksége Istenre. Hiszen mi a legrosszabb dolog, ami megtörténhet? Az, hogy meghalunk. Azaz, ugyanaz történik, ugyanaz az állapot áll vissza, mint ami állapot volt, mielőtt megszülettünk. A lelkünk visszamegy a lelkek birodalmába, ugyanoda, ahonnan jött. Nem én akartam megszületni, én nem kértem, hogy szülessek meg. Isten akarta, hogy megszülessek. Ugye ezt mondja a Talmud, hogy három partner van az ember teremtésében, az ember születésében, az anya, az apa és Isten. Ez ők hárman döntöttek arról, hogy én megszülessek. Külön-külön persze, vagy az apa és anya együtt, de ez a három partner szükséges, hogy az ember megszülesse. Istennek sokkal nagyobb szüksége van rám, mint nekem rá. Hiszen én, mi a legrosszabb dolog, ami történhetem, az, hogy meghalok. És ezért tehát egy lépéssel tovább, mert egy gondolattal tovább menve, az embernek nincs is igazából szükséglete. Nekem nincsen szükségem semmire. Szükségem van ételre, hogy életben maradjak? Dehogy is. Nekem arra sincs szükségem, hogy életben maradjak. Hiszen én nem is akartam megszületni. Akkor, ha nem akartam megszületni, akkor élni sem feltétlenül akarok. Miért akarok? Mert engem Isten úgy teremtett, hogy nekem ennem kell ahhoz, hogy életben maradjak. Akkor ez kinek a szükséglete valójában? Az én szükségletem, vagy Isten szükséglete? Ez sokkal inkább Isten szükséglete. Ő akarta, hogy legyek ezen a világon. Ő teremtett úgy, hogy ennem kell, különben meghalok, meg innom kell, különben meghalok. Akkor ezek tulajdonképpen kinek a szükségletei? Ezek igazából Isten szükségletei, nem az enyémek. Amikor az ember felismeri, hogy Istennek nagyobb szüksége van az emberre, mint az embernek Istenre, ez félelemmel tölti el az embert. Mi az, hogy félelemmel? Milyen fajta félelemmel? Olyan fajta félelemmel, ami azt mondja, vajon mivel tudom meghálálni Istennek mindezt? Vajon én hogyan tudok? Ilyen nagy felelősséget kaptam. Ilyen nagy lehetőséget kaptam Istentől. Olyan nagy lehetőséget kaptam Istentől, hogy miattam megteremtett engem, és miattam megteremtette az egész világot. Hogy én egy puzzle vagyok, egy hatalmas nagy puzzle-ben. Hogy én egy fogaskerék vagyok, egy olyan gépezetben, ami nélkülem nem tud működni. Wow, ez engem félelemmel tölt el. Ezt hívják Isten félelemnek. Most azt mondja a Rebe, hogy ahhoz, hogy ezt az Isten, amikor az ember ezen az Isten félelemben gondolkodik, akkor le kell lökje magáról a fizikai korlátokat, le kell lökje magáról a fizikai élvezetek iránti vágyat, és meg kell szabaduljon az intellektuális élvezetek iránti vágytól,
az olyan, legalábbis azoktól az élvezetektől, legyen ez fizikai vagy intellektuális, az olyan élvezetektől kell megszabaduljon, amely élvezetek öncélúak, amely élvezetek önzők. Hiszen, hogyha mindent, ha mindezt az Isten szolgálat irányába helyezzük, akkor bizony érdemesek vagyunk arra, hogy ne csak szeressük Istent, hanem féljük is Istent, hogy szolgáljuk, hogy egyenrangú, hogy ha nem is egyenrangú, de partnerei legyünk Istennek a teremtésben. Ez lett volna a mai kis tanulás, az anyagát természetesen a tanulásnak pár perc múlva fel fogom tenni ide a Facebook oldalra, hogyha bárkinek kérdése van, légy írjatok külön ezen a Facebook oldalon privát üzenetben, holnap este 8-kor sok szeretettel várlak benneteket, addig is szép estét mindenkinek, jó egészséget, vigyázzatok magatokra és egymásra természetesen, holnap este 8-kor várlak benneteket szeretettel.